Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Csalamon Adrián vagyok, a Női Egészségért Alapítvány elnöke, és hetedik alkalommal szervezzük meg az endometriózis világnapot, és ebben a kerekasztal beszélgetésben a lombik körüli tényekről és tévhitekről fogunk beszélni. Becslések szerint világszerte minden hetedik párnak gondot okoz a teherbeesés, és ez az arány független az ország fejlettségi szintjétől. Magyarországon 20%-os meddőségi arányról beszélnek a szakemberek. Ez körülbelül 200 ezer párt jelent. Ma gyakorlatilag nincs olyan pár, akinek a rokonságában vagy a baráti körében ne lenne legalább egy lombik bébi. Szeretném bemutatni a beszélgető társakat, dr. Vörös Annát, dr. Fülöp Istvánt és dr. Westergom Dórát. És akkor rögtön fel is teszem a kérdést, hogy mikor beszélünk meddőségről, ezek a számok, ezek így megállják a helyüket, milyen tendenciát látunk benne, mit gondoltok ezekről? Ennek a kérdésnek a feltevését szerintem tegyük föl másképp, nem szeretek meddőségről beszélni. Sokkal inkább a meddőség az, ha a pszichés részétől el is vonatkoztatunk, de egy végleges állapotot fejez ki a magyar nyelvben. Szerintem angol szász irodalomban ennek sokkal szebb megfogalmazásait hallhatjuk, amit többé-kevésbé helyes és helytelen magyarsággal talán úgy tudnánk fordítani, hogy termékenység csökkenés, vagy nehezített teherbeesés, így sokkal inkább ezeket a kifejezéseket szeretem használni, még akkor is, hogyha ez picit nyakatekert módon hangzik. Amikor valaki megkapja azt, hogy úristen, nem jön össze a baba, és akkor meddő vagyok, el kell mennem, mindjárt rátérünk, hogy hány év után, vagy kinél hogy mint, meddőségi centrumba vagy klinikára, az egy őrült nagy stressz önmagában, és lehet, hogy pont azért nem, mert például, ha már ugye a beszélgetésnek az a címe, hogy tények és tévhitek, például azért lehet, hogy nem mer egy meddőségi szakemberhez fordulni, mert hogy meddőségi, és ő nem meddő. És egyébként valószínűleg igaza is van. Hiszen hál' Istennek nagyon kevés az a pár, az az orvoshoz forduló fiatal pár, akinek előbb-utóbb nem tudunk valamilyen úton, módon segíteni. Tehát van, létezik, tehát megvan az a populáció is, de hál' Istennek általában sikerrel tudunk járni. És talán a kérdés úgy hangzott, hogy mennyi idő után érdemes? Hát, hogy mikor beszélünk. Mikor beszélünk. Igen. Ha nagyon definíciószerűen szeretnénk válaszolni erre a kérdésre, akkor mondjuk mondhatjuk, hogy egy év sikertelen próbálkozás után, amennyiben mind a két fél, tehát a férfi is és a nő is egészséges, fiatal, nincsenek tipikus szembeötlő olyan panaszok, ami egyébként valószínűleg például egy nőt sokkal hamarabb nőgyógyászhoz visz, például évente kétszer menstruál, vagy egyéb pont az ellenkezője, két hetente borzalmasan vérzik, vagy bármi más olyan panasz, amivel teljesen egyértelmű, hogy ő már hamarabb el fog menni az orvosához. Amennyiben nincs ilyen, és azt gondoljuk, hogy ők egészségesek, fiatalok, akkor egy év a gyermeket kívánó házas élet után érdemes orvoshoz fordulni, hogyha 35 év alattiakról beszélünk. Ebben is szerintem azért változik a világ, hogy azért korábban még akár ha ilyen kezeléseket igénybe is kellett venni, talán ez is korábban történt, és most ez is egy kicsit tolódik ki. Ugye a nőgyógyász az, akit ilyenkor felkeresünk, vagy már célzottan menjünk egy olyan központba, ahol ezzel foglalkoznak, esetleg holisztikusabban végignéznek különböző vizsgálatokat. Mi ugye endometriózissal kapcsolatban nagyon sok nővel találkozunk, akinél igazából akár sokadik lombik után derül ki például, hogy endometriózis van a hátterében, de ugyanezt el tudom mondani egy inzulin rezisztenciára vagy PCOS-ra. Nem tudom, hogy ezek fontosak-e például, vagy ettől még sikerülhet-e? Van egy olyan protokoll mondjuk Magyarországon, amit mondjuk három különböző helyen dolgoztok, különböző stílusban akár, hogy erről, hogyha egy kicsit beszélnétek. Dóri? Hát, vannak szakmai irányelvek, hogy mikor végzünk lombik kezelést, milyen indikációban, mikor végzünk inszeminációs kezelést, vagy egyáltalán kell-e valami fajta beavatkozás a nő ciklusában, esetleg stimuláció. Tehát nyilván vannak szakmai irányelvek, de ettől független, és van egy alap kivizsgálás, ami
ami nyilván mindenkinél ugyanaz, de azt kell mondjam, hogy egészen más egy olyan szakember, aki meddőséggel foglalkozik, vagy egy olyan szakember, akinek a praxisában nagyrészt szülészetet csinál, mert én azt gondolom, nyilván magam mellett beszélek, tehát, hogy mert akiknél felmerül az, hogy problémája van a ciklusával, fájdalma van, vérzészavara van, és gyermeket szeretne, én azt gondolom, a legjobb, hogyha leggyorsabban egy olyan szakemberhez megy, aki kifejezetten meddőséggel foglalkozik, tehát mihez értünk, és ilyen szemszögből vizsgáljuk a pácienst, és akkor nem fog előfordulni az, hogy fölösleges kezeléseket, évekig tartó kezeléseket, akár inszeminációkat csinálunk egy olyan páciensnél, ahol mondjuk nem átjárható a petevezető. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mi megközelítésünk abszolút specifikus, mi specialisták vagyunk. Én a szüléseket nyilván én nem is vállalok, mert én ebben a témában merültem el, és azt gondolom, hogy a páciensek akkor járnak jól, hogyha a meddőségi szakemberhez kerülnek el minél hamarabb gyermekvállalás esetén. Hát valaki elmegy egy centrumba, azt mondja, hogy gyermeket szeretne, lehet, hogy még nincs is semmilyen problémája, vagy már úgy érkezik, hogy nem tudom, egy év sikertelenség után, vagy akár panaszai vannak, akkor utána mi történik? Hát alapvetően itt az előbb beszéltünk arról, hogy mennyi idő után érdemes menni. Felmerült a kérdés, hogy hogyan változott az életkori megoszlása a kvázi termékenységi problémával küzdő pároknak. A szakmánk elején, a szakma kezdetem időszakában a termékenységi problémával küzdő páciensek, illetve pároknak az életkor az jelentősen alacsonyabb volt, mint manapság. Az, hogy 35 év alatt egy év sikertelen próbálkozás után javasolt elindulni egy meddőségi központba, ez teljesen adekvát, és az is, hogy 35-38 éves kor fölött ne várjunk egy évig, hanem fél év után kezdjünk el szakembereket kérdezni. Én azt szoktam mondani, hogy az embernek van egy autója, amivel problémája van, akkor sokkal jobban jár, ha egy szakszervízbe megy el vele, mert ott minden valószínűség szerint sokkal több ahhoz a probléma típushoz, ahhoz a márkához kapcsolódó problémával találkoztak. Ez abszolút igaz ránk is. Ahogy Dóri mondta, egy meddőségi centrum az komplexen lát, komplexen kezel, és komplexen fejlődik, és komplexen képződnek a szakemberei. Hát mi éves szinten, amikor még lehetett, akkor több nemzetközi konferenciára járunk, ahol a világtrendeket magunkévá tesszük. Ez igaz az új típusú vizsgálati lépésekre, és amennyiben a kezelésekben is vannak modernebb, újabb lehetőségek, akkor mindazt, ami nyilván az engedélyek megengedik, azokat behozzuk a saját ellátási formánkba. Ez szerintem nagyon fontos. Amikor egy páciens pár meddőségi központba megy, akkor ott egy komplex vizsgálati csomagot kap, ahol egy valaki vagy egy orvoscsoport végig látja és végig gondolja az egész folyamathalmazt, és a végén dönt arról, hogy mi a legoptimálisabb kezelés. Ezt, hogyha nem egy meddőségi központban végezzük, akkor ezt nem lehet ilyen, azt gondolom, ilyen effektivitással végezni. És mit gondoltok arról, hogy egy pár érkezik általában ezekre? Vagy ezt kérdezem, hogy például, ha egy nőben felmerül azt, hogy valami nem oké, akkor ők párként mennek el, vagy a nő megy el aztán, amikor egyszer csak valahogy a férjet is be kell vonni, akkor ő bevonódik. Tehát, hogy mennyire igaz az, hogy ez egy közös dolog? Tehát én amiket így hallok, van, ahol így kicsit félre vannak téve a férfiak, és adhok jelleggel így bebeugranak, de hogy nem annyira a folyamat részei, nem annyira tudnak ezzel azonosulni, vagy már mondjuk az első pillanattól kezdve minden megbeszélésen ott van, vagy ott kell legyen. Tehát, hogy nektek mi a tapasztalatotok, akár például a sikerességét tekintve egy ilyen folyamatnak, vagy ha nem sikerül éppen egy kezelés, akkor hogy lehet ebben
tovább menni együtt, mert nagyon sokszor a kapcsolatra is megterhelő, tehát nyilván a nőre így fizikailag, vagy lelkileg is akár, de nagyon sokszor a kapcsolatot is megterheli ez. Ti ebben hogy tudtok segíteni, a csapatotok hogy tudja ezt támogatni? Nagyon messziről indult a kérdés. Én azt hiszem, hogy így bátran kijelenthetem így, hogy hárman vagyunk egy ellenében, hogy azért azt tapasztaljuk még most is, hogy szerint én a nő irányít. Tehát, hogy sokkal inkább a nő az, akinél, hogyha nem jön össze, és minden menstruációnál sír, és teljesen kész van, akkor ő fog előbb elkezdeni kutakodni az interneten, és utána nézni, hogy mi lehet, hogy lehet. Sajnos tradicionálisan továbbra is a nőt hibáztatják, hogyha nem jön össze a gyermek. Hál' Istennek én azt gondolom, hogy ez egyre inkább kezd kikopni, és egyre több olyan párral találkozunk, ahol együtt lépnek ebbe bele, együtt jönnek el, együtt vágnak bele. De még azt gondolom, hogy még ezzel együtt is többségben vannak, ahol a nő az, aki a kezébe veszi az irányítást, és elmegy a nőgyógyászhoz, elmegy ide, elmegy oda, a férfi támogatásával mondjuk egyébként, csak mondjuk úgy nem feltétlen együtt. Sokszor tapasztaljuk például egy ilyen férfi nemzőképesség vizsgálatnál, amikor megkérdezzük, hogy mire érkezett, nem tudom, a feleségem küldött. A klasszikus válasz. Természetesen attól függ, hogy utána milyen irányba megy el az ő történetük, tehát tényleg lehet, hogy csak egy minimális kis eltérés volt, egy kis endokrinológiai eltérés, egy kis ez, egy kis az, amit 2-3 gyógyszerrel vagy életmódbeli tanáccsal tökéletesen be tudtunk állítani, és utána nekik spontán ágyban párnák között összejött a kisbaba, mondjuk ilyen is van, tehát hogy ilyenre is lehet gondolni. De valóban utána az is olyan is előfordulhat, hogy utána egy lombikos irányba, inszeminációs lombikos irányba kell tovább menni, és ott már a férfiaknak is ugye sokkal intenzívebben részt kell venniük ebben, sokkal komolyabban helyt kell állniuk, és én azt gondolom, hogy az egy tévhit, hogy ez minden esetben megrengeti a kapcsolatot. Hál' Istennek olyanok is vannak, akik kifejezetten összekovácsolódnak egy közös cél, egy közös ügy, egy közös titok kapcsán, és megerősödve jönnek ki belőle. Abszolút, ezt én a saját személyes tapasztalatomból is meg tudom erősíteni, de hogy kicsit ezt még így pedzelgetném, hogy mi a közösségünkből, amiket látunk, meg hallunk, a sokadik endometriózis műtét, sokadik ilyen-olyan probléma kiderül, negyedik, ötödik akár inszemináció vagy lombik után, hogy tudjátok ti is akár még egy lendületet, egy utolsó, vagy egy utolsó három, vagy egy utolsó ötödik lendületet beleadni? Mi az, amivel így lehet bíztatni a párokat? Mi az, amivel még mindig lehet egy kicsit tovább lelkesíteni, hogy ez sikerülni fog? Nincs más választásunk. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan párkapcsolatot próbáló történet, egy lombik kezelés az elejétől a végéig, és hogy mondtad, van, hogy 4 vagy 5 ciklus, vagy 6 ciklus kell, hogy elteljen ahhoz, hogy várandóság legyen, és ezért fontos az egyébként, hogy a férfi, ha teheti, akkor ott legyen a konzultációkon. Egyrészt a nő érezze azt, hogy ő csendes társ, tehát ő ott van, támogatlak, melletted vagyok, és csináljuk, és nem egyedül van hagyva a nő ebben a történetben, hanem együtt veszik maguk nyakukba a világot, és próbálják ezt átvészelni, ezt az elakadást, hogy nincsen gyermek. És a férfi támogatása nélkül szerintem rendkívül nehéz lehet. Úgyhogy, hogyha mi azt látjuk, hogy nem működik a párkapcsolat, vagy nagyon stresszes a pár, akkor abszolút javasoljuk nekik a pszichoterápiát, vannak terápiás csoportok is, akár az intézetünkben is elérhető, amikor pszichológussal csoportban tudják megbeszélni a problémák. Tessék? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy minden csak interpretáció kérdése, hogy adjuk elő. Tehát én mindig mondom azt, hogy nagyon fontos a psziché. Nyilván nem
elsődleges, de borzasztóan fontos a psziché, hogy az ember ott legyen, kövesse az utasításokat, jól csinálja meg a kezelést, ne rontsa el az injekciók adását, a támogatva legyen a nő. Van egy nagyon-nagyon komoly pszichés faktor, és hát nyilván emellé kell rakni a szakmai dolgokat. És hogyha ez az egész így nem működik, akkor a várandóság esés alacsonyabb. És ez most ez már abszolút... egy személyes tapasztalat, vagy egyébként erre esetleg hát erre rengeteg study van egyébként, és próbálják azt kihozni, tehát hogy van pro és kontra, jó? Tehát hogy milyen hatással van a stressz a várandóságra. Rengeteg study-t lehet amellé rakni, hogy semmi, és nagyon sokat, hogy nagyon sokat amellett, hogy de igenis van. Nyilván egyénre, de ezek egy nagy randomizált study-ban nyilván nem mutatható ki szignifikáns különbség, de egyénre vonatkozva biztos vagyok benne, hogy ez számít, hiszen nem hiába van az, hogy akár lombik kezelések között, volt egy study, azt mondta, utóbb nem is olyan rég olvastam, hogy azoknál a pároknak, akik lombik kezelésre sem vannak, tehát elméletileg meddőségi kezelést csinálunk nálunk, a lombik kezelések között 15% eséllyel lesznek egyébként spontán terhesek, vagy az is előfordul, hogy feladják a kezelést, meg abba hagyják a kezelést, mert azt látjuk, hogy nincsen értelme, esetleg úgy döntenek, hogy gyermeket fogadnak örökbe, és akkor spontán örökbe fogadnak. Tehát mi lehet itt a háttér, hogyha nem a maga a psziché. És persze vannak erre is elméletek, hogy azért, mert lombik kezelések között van egy alapvetően stimulált petefészek, és biztos, hogy ez is beleszól, de nem lehet mindent ennyire tudományos oldalra megközelíteni. És szerintetek az a pár, aki elindul egy ilyen úton, ő tudja, hogy mi vár rá? Tehát ti az első pontban fel tudjátok készíteni, vagy jobb, ha nincs felkészítve, és nem tudja, hogy pontosan... mi vár rá, vagy milyen hosszú ez a folyamat, milyen adminisztratív dolgoknak kell megfelelni, hány vizsgálat van. Tehát azért ebben, ha valaki belevág, akkor azért azzal úgy foglalkozni kell, mondjuk napi szinten. Na, azt gondolom, hogy a pároknak az edukációja az elejétől fogva rendkívül fontos, és sokkal könnyebb együtt dolgozni egy párral, hogyha ők abszolút tisztában vannak a folyamatok kvázi minden lépésével. Hogyha mi egy olyan, próbáltuk egy kicsit figyelni a párjainkat, a pácienseinket, hogy azok a párok, akik úgy ülnek bent egy meddőségi orvosi konzultáción, hogy én magam úgy érzem, mintha vállóperes ügyvédként ülnék velük szembe, ott nem nagyon jó sanszokat látunk a későbbiekben, mert ott valahogy érzékelhető, hogy itt nem biztos, hogy ide megérkezhet egy kisbaba. Manapság ugye itt a járványhelyzetben az, hogy minél több ember orvos-páciens kontakt legyen, ebben nyilván a párok mindkettőjének az érkezése egy konzultációra, ez azért egy kicsit korlátok közé van szorítva, de ha van rá lehetőség, akkor mindenképpen úgy szeretünk konzultálni, hogy az apuka jelölt is ott legyen, ha máshogy nem, akkor egy telefon bekapcsolással az edukáció szempontjából. Vannak olyan, én azt gondolom, csodálatos társkapcsolatok, ahol az apuka jelölt az összes percben ott van a párja mellett, de minden lépésnél akkor is, amikor bejönnek, hogy az első injekcióbeadásokat megtanítsuk, és nem azért, mert az apuka fogja beadni, hanem azért, mert szeretné fogni a párjának a kezét. Itt nyilván sokkal nagyobb sanszok vannak az eredményességre. Én, illetve mi fontosnak tartjuk azt, ahogy ti is elmondtátok, a pszichés vezetés, azt gondolom, hogy a sikerhez egy nagyon komoly hozzáadott értéket ad lehetőségként, és igenis szükség van a pszichoterápiára, igenis szükség van életmódkócs bevonására, igenis szükség van egy csomó olyan külső lelki segítő segítségére, akik a párokat valamilyen módon a lelki egyensúly felé próbálják tolni. Ebben mi is szerepet játszunk, de a kérdésedre az előbb, hogy mennyire nyitottak a párok, itt azt hiszem, hogy még szükség van egy komoly áttörésre, mert azért elég sokan óckodnak, illetve egy kicsit
kicsit befékezve állnak ahhoz a kérdéshez, hogy akkor szerintünk legyenek kedvesek pszichológiai segítséget igénybe venni. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy bármi pszichológiai lényegi vagy pszichiátriai probléma lenne, mert ezt szokták kérdezni, hogy hát őrültnek tetszik nézni bennünket? Nem őrültnek, hanem azt gondolom, hogyha egy hölgynek megjön 12 olyan menstruációja, amit szeretett volna, hogy ne jöjjön meg, akkor ott van egy olyan komoly stressz állapot, amit valahogy érdemes elkezdeni lebontani. És mik azok a tények és tévhitek, amikről így azt gondoljátok, hogy fontos beszélni? Amivel kezdtél az elején, hogy akkor ezt nem meddőségnek hívjuk, és tök jogos, hanem termékenységi nehézségnek, vagy bármi másnak, csak hogy ne ennek. Tehát, hogy ne egy ilyen stigma legyen az embernek a homlokán, meg talán volt egy olyan félmondatod is, hogy ez egy ilyen közös titok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt titokként kezelik sokan, sokan még talán a szűk családi körben a szüleiknek sem mondják el, vagy anyósnak, apósnak, hogy egyébként ők most egy ilyen folyamatban vannak benne, ami lehet, hogy valakit tényleg esetleg épít, hogy akkor ez az ő közös dolguk csak a kettőjüké, de másra viszont ez lehet, hogy egy stresszt okoz, hogy nekem ezt titkolnom kell a főnökömtől, mert egyrészt akkor kiesek a munkából, egyrészt akkor megtudja, hogy én gyereket akarok, stb. Szóval, hogy mik ezek a dolgok, amiket így láttok, hogy esetleg ezzel ugye érdemes akár bármilyen külső segítséget bevonva foglalkozni, vagy tudja szerintetek a társadalom azt, hogy néz ki egy ilyen folyamat. Tehát, hogy az, aki kívülről nézi, az azt gondolhatja, hogy hát, hogy elmegy, azt ott úgy valamit megcsinálnak a lombikban, beültetik, hát pikpak, aztán ez úgy összejön meg, sikerül. Vagy akkor ugyanígy gondolhatjuk azt, hogy én is ezt számtalan esetben így hallottam, meg feltették a kérdést, hogy nem félek-e attól, hogy azért, mert lombikos gyerekem születik, majd beteg lesz. Szóval, hogy ilyeneket össze tudunk szedni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen tévhit kering, akár ugye az elején a meddőség, ugye, amire utána visszautaltam, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól, hogy valakinek egy év után, vagy fél év után, attól függ, milyen korosztályról beszélünk, nem jön össze a baba, vagy a várt gyermekáldás, akkor ő utána biztos, hogy egy lombik centrumban fog kikötni, bár abszolút egyetértek a többiekkel, hogy jó, ha lombik centrumban köt ki, mert úgy fogunk tudni a leghamarabb segíteni neki, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nála egy inszeminációs vagy lombikos kezelést kell végezni. Tehát ez például kapásból rögtön az első, hogy attól, hogy nem jön össze a baba, még nem azt jelenti, hogy a párban, a nőben, a férfiban valami elromlott, valami végletesen el van romolva, csesződve benne, hogy divatos szót használjak, hanem lehet, hogy tényleg egy nagyon apró eltérés van, amit helyre kell tenni. Amennyiben mégsem, akkor innentől kezdve számtalan tévhit kering, akár mondjuk a kivizsgálásról, hogy ez egy hosszú, évekig tartó, nagyon macerás és költséges kivizsgálási folyamat. Szerintem ezt az előbb hasonlóan már többé-kevésbé megcáfoltuk, hiszen egyetértettünk abban, hogy ha valaki egy specialistához, egy termékenységi, egy meddőségi szakemberhez, vagy már magába a centrumba megy be, kinek melyik városban hova van lehetősége természetesen fordulni, akkor ez teljesen biztos, hogy nem évekig fog tartani a kivizsgálás, hanem adott esetben egy ilyen jól irányzott, nagyon pörgetett módon, akár egy másfél hónap alatt mindenre választ, többé-kevésbé mindenre választ kaphatunk. Nem feltétlenül kell ezt ilyen pak-pak-pak gyorsan mindent egymás után kivizsgálni, de a lehetőség megvan rá. Tehát például az sem igaz, hogy nagyon sokáig tart a kivizsgálás, és hogy ez éveket is igénybe vehet, tehát jó szakember kezében ezzel biztos, hogy gyorsan túl lesznek a kivizsgáláson, és az alapokra választ kaphatnak. Természetesen, hogyha valami nagyon ritka betegség és kacifántos állapot van a háttérben, akkor az tarthat tovább, de nem az általános. Tehát ez volt a diagnózis, illetve a kivizsgálás. Tévhitek keringhetnek még utána adott esetben ennek a sikerességéről, amiről hasonlóan mondtad, hogy akkor csak bemennek, és akkor ott beteszik nekik a babát és hurrát, tehát hogy sikerességéről. Ilyen százalékokat igen, is, illetve szerintetek ez jó, hogy így a párok hallanak százalékot? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek a korrekt tájékoztatása. Tehát itt az előbb a pszichéről beszéltünk, és hogy biztatni kell-e őket. Természetesen kell őket támogatni, pozitívan vezetni őket pszichésen. Viszont nem felejthetjük el azt, hogy
én azt gondolom, hogy elképesztően fontos a korrekt tájékoztatás. Tehát, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, és egy olyan helyzettel állunk szemben, ahol tudunk százalékokat mondani, akár helyi, akár nemzetközi, akár magyar, akár intézeti statisztikai szinten, akkor ezt igenis meg kell tennünk, hogy az adott pár, az a páciens tudja, hogy körülbelül milyen lehetőségei vannak, hogy 40 év fölött hány százalék az esélye, vagy például, amin mindig meg szoktak döbbenni, hogy egy inszeminációnak 15-20 százalékos a sikere körülbelül. És akkor így döbbenten néznek, hogy úristen, hogy még 50% sincs, hogy még attól is ennyire messze van. Hát ők azt hitték, hogy megcsináljuk az inszeminációt, és utána ott fognak sírni az ikrek éjszakánként. Én ez mennyit még annyit hozzátennék, hogy nekünk mi a szerepünk abban, mondjuk szakembereknek, és mondjuk te, mint egy ilyen betegszervezet élén vagy, aki Facebook elérhetőséged van, Instagram posztokban tudod edukálni az embereket. Tehát nekünk óriási szerepünk van abban, hogy információt adjunk, információt, és tényeken alapuló információt, hogy ez az egész téma, a meddőség, hogy lesz család két párnak a kapcsolatából, hogy működik a menstruáció, várandós lesz, mikor van az a rövid ablak, az a termékenységi ablak, amikor legnagyobb eséllyel lesz valaki várandós. Tehát amit akarok ezzel mondani, hogy a lényeg az, hogy információt kell adnunk, és te ezt nagyon jól csinálod, és bízunk benne, hogy még többen lesznek, akár celebek, akik fölvállalják ezt a problémát, és gyakorlatilag ezt a problémát így közelebb hozzák a társadalomhoz, az emberekhez, hogy aztán úgy vegyük, hogy hát igen, nem jön össze baba, ez nagyon gyakori, jó? Tehát nincs olyan, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy minden hatodik pár érint a meddőség Magyarországon, az azt jelenti, hogy mindenkinek van a családjában, vagy az ismeretségi körében olyan, aki ezzel a problémával küzd. És ez ne legyen tabu téma. Ne legyen tabu téma az, hogy a férfiaknál gyakorlatilag 50%-os a meddőség. Gyakorlatilag a 50% eséllyel találunk ezeknél a pároknál, vagy olyat, hogy egyértelmű a férfi oldalon van a probléma, vagy a férfi oldalon van valami fajta eltérés. Tehát, hogy rendkívül gyakorik ezek a problémák, és hogyha erről a társadalom beszél, és mi mondjuk szakemberek, vagy betegszervezetek tájékoztatást adunk, akkor ezzel javítani tudunk ahhoz, tehát információt tudunk adni hitelesen, hogy a páciensek minél hamarabb elkerüljenek meddőségi kezelésre. És ez miért fontos, amiről mindig beszéltünk, ez önmagában az életkor, mert az életkor az meghatározza azt, hogy sikeres lesz-e a kezelés, vagy sem. És egyébként Angliában van erre egy példa, ez a fertility awareness, ez a termékenység tudatosság, ezt most a Richter segítségével hoztunk létre egy ilyen csoportot, szeretnénk Facebookon megjelenni, hogy termékenység tudatosság nevében, hogy tájékoztassuk az embereket, és az is borzasztó fontos lenne, hogy mondjuk egy iskolában, a tananyagban benne legyen ez az információ. Gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy miből áll a szexuális tájékoztatás, hogyha valaki, tehát hogyha amint már menstruál egy nő, akkor gyakorlatilag várandós lehet. Extrém nagy hangsúly van azon, hogy hogyan ne legyen gyermek. Erre készítjük fel a fiatalokat, arra, hogy hogyan védekezzenek, és gyakorlatilag azt sugalljuk ezzel, hogy ha mondjuk nem védekezik, akkor rögtön terhes lesz. Na most, ez nyilván ez nem igaz. Arról nem beszélünk, hogy ha később családot szeretne, mi az a faktor, amin ő tud változtatni. Van-e, tehát nyilván önmagában a túlsúly, a dohányzás, az olyan életmódbeli faktor, amit hogyha elkerülünk, akkor jóval nagyobb lesz esély arra, hogy később ő termékeny legyen, vagy ne legyen gondja, hogy ne kerüljön el ilyen intézetbe. Tehát abszolút, hogyha a társadalom így felhívná erre a figyelmet, akkor egy csomó meddőségi probléma megelőzhető. Vagy felhívnánk arra a figyelmet, hogyha valakinek rendszertelen menzesze, az nem oké. Ne várjunk addig, hogy 35 éves korában, amikor már babát szeretne, akkor kerüljön el kezelésre. Mert lehet, hogy már késő. Tehát, hogy
hogy erről beszéljünk. És amikor így elmegy hozzátok egy pár, akkor például ezek így elhangoznak? Tehát, hogy nem kezdünk el egy kezelést, ha nem tudom én, 25 kiló plusz van rajta, mert így és így ez esetleg ronthatja az esélyét. Vagy ez egy közös megbeszélés kérdése. És még ehhez kapcsolódóan, hogy amit így mondtál, hogy mennyire mernek kérdezni? Tehát, hogy az van, hogy bemennek a párok, leülnek, az orvos, szakértő, specialista elmondja, hogy ez van, kimennek, majd otthon dühöngenek, hogy ezt se kérdeztem meg, ezt se kérdeztem meg, ezt se kérdeztem meg, következő alkalommal se kérdezem meg, valahogy ezzel így túlélem ezeket a heteket, megnézem a Google-ben, meg a különböző csoportokban, ahelyett, hogy egyébként felmerném tenni a kérdéseimet. Tehát, hogy szerintetek ebben van változás, tehát, hogy már esetleg tudatosabban mennek a páciensek, vagy még mindig lehetne javítani? Hát az előbb az edukációról beszéltünk, javítani mindig lehet. A mi feladatunk az, hogy állandó információkkal lássuk el a pácienseket. Az, hogy mennyire mernek kérdezni, az azon is múlik, hogy mennyi időt tudunk szánni egy páciens párra, mennyi lehetőségünk van. Mi nagyon sokszor találkozunk olyan párral érkezve hozzánk, hogy az előző intézetben futószalagon voltak. Ez nyilván ez nem egy jó kifejezés, ők viszont így élik meg, hogyha nem tudunk elég időt egy párra szánni, akkor ez egy csalódást fog jelenteni. Azt hiszem, hogy egy meddőségi intézetnek, és itt a tévhitek szempontjából is fontos azt hiszem arra rátérni, hogy ne Lombik Baby Centrumnak hívjunk már egy intézetet. Említetted, hogy meddőségi fogalom, ez nem egy jó. A németeknek a Kinderwunsch Centrum az egy csodálatos megfogalmazás, ezt sajnos nem tudjuk magyarba tök jól behozni. Hát igen, csak igen, az baba kívánó, vagy ilyesmi, mert szóval, hogy ezek azért magyarban ez problémás. Ami szerintem fontos, hogy egy termékenységi központ az föl legyen szerelve a lehető összes olyan ellátási lehetőséggel, amivel egy kivizsgálás során szembesítenünk kell adott esetben egy párt. Tehát ha túlsúly van éppen, akkor legyen nekünk dietetikusunk, meg legyen életmód tanácsadónk. Hogyha endokrin probléma van, akkor legyen hozzánk endokrinológus, meg legyen genetikus, meg legyen immunológus, meg hematológus, meg legyen reproduktív sebész, meg legyen nyilván andrológus, meg legyen mindenki, mert egy pár akkor fogja komfortba érezni magát egy helyen, hogyha kérdezhet, érzi azt, hogy megkapja megfelelő időmennyiséget, és nem kell elküldenem három kerülettel, meg négy várossal odébb, hogy megoldjuk a problémáját, hanem azt ott helybe, a szomszéd szobába holnap vagy egy hét múlva tudjuk orvosolni. Ezt nagyon fontos megtartani. Szerintetek ezek most így elérhetőek többé-kevésbé mindenki számára? Biztosan nem. Azt hiszem, hogy ezek akkor lehet optimálisan megszervezni, hogyha nem óriási esetszámú intézetekben történnek az ellátások, hanem kis manufakturális jelleggel. Nem arra törekszünk, hogy végtelen esetet lássunk el, mert akkor a futószalag kifejezés egyre több páciens agyában megszületik teljesen jogosan. Én azt hiszem. Itt az előbb beszéltünk arról, hogy minél többet beszélünk egy problémáról, annál többen érzik úgy, hogy ez adott esetben rájuk vonatkozik. Itt szeretnék egy párhuzamot vonni, és ez egy nagyon nagy, nagyon hálás dolog felétek, részetekről. A meddőségről beszélni egyre többet, és ezáltal egyre több párban a tabu ledől, és elindul egy meddőségközpont felé, mint az endometriózis. Beszéljünk minél többet az endometriózisról, ott nem tabut kell ledönteni, hanem egy páciensben kell azt a felismerést megnyitni, felvilágosítani, hogy igen, hoppá, nekem van ez a négy tünetem, eddig nekem erről senki nem tudott semmit mondani, pedig ők itt erről beszélnek folyamatosan, nekem lehet, hogy ez a bajom van, induljak el és menjek el szakintézet felé, mert ott majd megkapom a megfelelő ellátást. Tehát beszéljünk a meddőségről is sokat,
egyre több olyan pár, akit érint, az el fog menni egyből szakintézetbe. Beszéljünk egyre többet az endometriózisról, mert egyre több nő saját maga rájön, hogy neki lehet, hogy ez a gondja, és akkor azok a horrorisztikus nemzetközi statisztikák, hogy 5 év, meg 7 orvos, meg Magyarországon 4 év, meg nem tudom hány orvos, hogy ezek a számok ezek le tudnak csökkenni. Ennek nagy jelentősége van, és azt hiszem, hogy ezek a fajta nyitások és ezek a fajta szerveződések, amiket ti is felkaroltok és végeztek, ezek nagyon hasznosak és nagyon fontos a páciensek egészségének a megőrzése érdekében. És van-e még olyan tévhit, amit mindenképpen úgy gondoltok, hogy érdemes elmondani? Tehát, hogy ne legyen ez egy stigma, merjünk kérdezni, az, hogyha valaki elmegy egy inszeminációra vagy lombikra, az nem feltétlenül lesz rákos, mert ugye ilyeneket is lehet hallani, tehát hogy így bedobálva egy-két dolgot, ami így eszetekbe jut, hogy ha valaki most gondolkodik azon, hogy nekivág ennek az útnak, akkor mik azok a hívószavak, amik így erősítik, és egyébként mi az, amit így felejtsen el, mert hülyeség? Szerintem, ami nagyon fontos, hogy a karrier egy fontos esemény, a kisbaba meg hasonlóképpen, és a megfelelő sorrendet föl kell állítani, és mondtátok, hogy a hölgyek döntenek először, és ez biztos így van, és ezért ezt a döntést, meg ezt a sorrendet nekik kell felállítani, és hogyha ebben tudnánk valami áttörést szervezni, hogy ne 35-40 éves korban keletkezzen meg az első gyermekvállalási igény mostanában egyre gyakrabban, akkor az egy nagy segítés lenne, azt hiszem, a rendszer számára. Hát ez nem csak karrier szerintem, hanem ez egy kicsit már talán így. Nagyon sokszor egyébként nem ez a legnagyobb probléma a karrier, a gyermekvállalás kitolódásában a tanulmányok szerint, hanem inkább az, hogy későn találják meg az ideális párt. És ez van. Tehát, hogy nem lehet megmondani azt, hogy mikor legyen gyermek. Nyilván az edukációban, amiről beszéltem, borzasztóan fontos az, hogy tájékoztassunk, hogy tudjon mindenki arról, hogy minél idősebb, tehát mondjuk, hogy 37 éves kor felett a várandóság esélye rohamosan csökken, és 40 éves kortól gyakorlatilag akár lombik kezeléssel is 10-valahány százalék a várandóság esélye önmagában az életkor miatt. És hogyha ezt tudja egy 35 éves nő, akkor erre készüljön, és tudatosan hozza meg azt a döntést, hogyha már megvan a párja, akkor most úgyse tud utazgatni, de ne utazgasson éveket, hanem gondoljon arra, hogy igen, lehet, hogy én ki fog futni az időből. De vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen, hogyha nincs meg a pár, akkor nehéz tovább lépni, és hát itt jön be az, hogy mondjuk külföldön nem hiába hozták létre a szociális petesejtfagyasztást, hogy ami még Magyarországon nincs, vagy bioetikai okok miatt nem engedélyezett, de hogyha mondjuk akaratukon kívül, vagy de tudatosak vagyunk, és tudjuk, hogy bajunk lehet ebből később, és lehet, hogy nem lesz gyermekünk, hogyha 43 évesen találjuk meg a tökéletes párt, saját petesejtből gondolom, akkor ez lehet sem egy opció. De szerintem az edukáción keresztül változhat a társadalom hozzáállása is ehhez, és akár ezek a bioetikai kérdések is változhatnak. Egyébként én azt gondolom, hogy mostanában nagyon sokat lehet már hallani mindenféle influencereken, instagrammerokon keresztül a termékenység tudatosságról, tehát hogy én szerintem ez abszolút ebbe az irányba visz, mi is a Női Ligával, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban beszéljünk is. Sem másfél éve dolgozunk egy projekten, hogy lehet az edukációba, az iskolai oktatásba bevinni az egészségi edukációt, a női egészséget, hogy pontosan, hogy ezeket tudjuk, mert hogy szerintem ti is tapasztaljátok azt, hogy 36-35 éves nők nem tudják, hogy hány napos a ciklusuk, vagy mi az az ovuláció, vagy most számtalan dolgot felsorolhatnánk, szóval ezt nyilván nem ideális esetben nem 35-40 éves nőknek kellene magyarázni,
mert hogy nekik már ezt lassan tovább kéne adniuk. Szerintem ebben abszolút van egy, vagy látszik egy változás, és hogy talán egyre elfogadóbbak leszünk ezekkel a kezelésekkel is, hogy ezeket nem valami ördögtől való dolognak gondoljuk, hanem ez egy lehetőség arra, hogyha valakinek valamilyen nehezítettsége van, akár ez legyen egészségügyi okokból kifolyólag, akár pszichés okokból, vagy akár most vagy a karrier miatt, vagy amiatt, hogy nem találta meg időben azt, akivel családot tud alapítani, de hogy van lehetőség. És hát amit mondasz, hogy nyilván itt vannak még, lehet ez egy következő téma, hogy akkor ez miért nincs Magyarországon, miért elérhető külföldön, ezek már ilyen... Hát mert ők előrébb vannak ebben. Tehát, hogy ezt az egész termékenység tudatosságot már gyakorlatilag 2012-ben legtöbb nyugat-európai ország megcsinálta, felmérte, mennyire tudatosak a nők ezzel kapcsolatban, mennyire van információk a ciklusokról, mik a meddőségnek az okai. Tehát alapvetően ők előrébb vannak, és rájöttek arra, hogy ez egy borzasztó fontos dolog. Nyilván mi kapaszkodunk utánuk, és azt gondolom, hogy ez idő kérdése, de hogyha így van egy ilyen társadalmi összefogás, vagy egyáltalán most van ezen fókusz, és azt látom, hogy van ezen fókusz, és egyre több információt adunk, akkor ez változik majd idővel. Én hagyd tegyek ide egy felkiáltó jelet, mert nagyon sokszor tapasztalom azt, nem tudom, ti hogy látjátok, valóban akár Facebookon, Instagramon különféle influencerek, instagrammerek propagálják a termékenység tudatosságot, én is ismerek, kapcsolatban is vagyok velük, félreértés ne essék, nagyon pozitív és nagyon jó dolognak tartom, és szerintem is borzalmas, amikor a 35 éves nő nem tudja, hogy hány napos a ciklusa, vagy mi lenne a normális, illetve nekem is két lányom van, tehát szeretném, hogy őket is ne csak arról tájékoztassák az iskolában, hogy hogyan nem lehet gyermekük, és hogy kell felhúzni az ószert arra a banánra, hanem ennél sokkal mélyebb információkat is kapjanak. Viszont néha azt érzem, hogy pont azért, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez mindig jó szakemberek kezében van, hogy kontraproduktívvá tud válni, amikor a 40-42 éves nő jön a rendelésre azzal, hogy hát ő nem tudom, nagyon sok követi a termékenység tudatot ABC módszerrel, nézi a méhnyaknyákját, van peteérése, a hőmérsékletet is nézi, meg még egyébként ezt meg azt is csinálja, az összes létező táplálékkiegészítővel mindennel már kapcsolatba került, és ő nem érti, hogy nekik miért nem jön még össze a baba, tehát én ide szeretnék egy felkiáltó jelet tenni, részben a megfelelő szakemberekhez, és ez nem feltétlen kell orvosnak lenni, tehát lehet kiváló szakember, csak tartsuk meg azokat a szakmai határokat és előírásokat, hogy egy tényleg egy 38 év fölötti nőnél hívjuk fel a figyelmet arra, hogy oké, lehet ezt csinálni, nézd, szuper, de lásson egyébként egy szakember is. Igen, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy a hitelesség, és hogy az, hogy ezeket a dolgokat szakértői felügyelet mellett, pláne hogyha egyébként akár még betegségek is vannak mellette, például egy endometriózis, vagy inzulinrezisztencia, vagy Hashimoto, vagy azt hiszem számtalan dolog van, ami felmerülhet ezekkel kapcsolatban. És elfelejti közben a párját kivizsgáltatni, hiszen ő mindent megtesz. Erre egy jellemző példa, hogyha az ember kezében csak egy kalapács van, akkor mindent szögnek néz. Tehát azokban a praxisokban, rendelésekben, ahol van egy bizonyos korlát egy kezelésre, akkor az a kezelés, ezt most a mi esetünkben hívjuk inszeminációnak, ez ugye egy elterjedt és kvázi bármelyik rendelőben elvégezhető beavatkozás, inszeminációval kell kezelnünk egy 42 éves, 5 éve meddő párt, és a 8. inszeminációt kell csinálni, hiszen most már nem sokára össze fog jönni. Tehát ezeket kellene valahogy átszervezni, újra struktúrálni, újra gondolni a szakmai berkeken belül, mert azért, mert inszeminációt tudok csinálni, attól még mindenkinek nem lesz jó az inszemináció, sőt. És ha már most ezt így feldobtad, akkor azt mondtad, hogy ez szakmai berkeken belül kellene, de mondjuk az a pár, akinek ehhez nyilván nincsen szakmai tudása, egyszerűen gyereket szeretne, ő hogy tudja eldönteni azt, hogy egyébként akkor ő most jó úton van, most ez lehet, hogy inkább egy ilyen teoretikus kérdés, nem biztos, hogy van erre válasz, vagy jó válasz,
de hogy nem sikerül, mi alapján tud ő választani, dönteni, mik azok a paraméterek, ami alapján ő azt gondolja, hogy jó helyen van, mert egyébként alapvetően azt gondolom, hogy elmegy egy szakértőhöz, aki ezt tanulta, vizsgázott, x év tapasztalata, akár nem tudom, lehet már nagyon sok év tapasztalata van, de mégsem a jó helyen van, lehet, hogy most azért, mert amit mondtál, hogy csak azt a szeletet nézi. Szerintem nagyon egyszerűen erről már beszéltünk is, meddőségi központba kell elmenni, mert ott lesz adekvát kezelés. Hát ahol komplexen minden lehetőség van. Ezt tartsa mindenki szem előtt, hogy ilyen esetben. És akkor így a végére még egy-egy gondolatot szeretnék mindenkitől, hogy mi az, amit így szakemberként, vagy akár érintettként mondanátok, üzennétek azoknak, akik így most vannak az elején ennek az útnak. Tekintettel arra, hogy az endometriózis világhónapban vagyunk, és azért ne felejtsük el, hogy a meddőségek küzdő hölgyek kb. 30%-ában endometriózis állhat a probléma hátterében. Azok a hölgyek, akik ugye, mint tudjuk, a termékenységi problémával küzdő párokban a hölgyek a főnökök, ezért nyilván ők sokkal jobban látnak mindent, saját magukat pedig abszolút érzékelik. Azok a hölgyek, akik termékenységi problémával küzdenek, és krónikus kismedencei fájdalommal, rendszeresen visszatérő középidős fájdalommal, görcsös menstruációval, menzesz körüli széklet, vizeletürítési panasszal, fájdalmas szexuális élettel küzdenek, azok egyáltalán ne felejtsék el, hogy nekik nagyon nagy valószínűséggel endometriózis állhat a hátterükben, minden 10-ből 3 hölgynél endometriózis van a meddőség hátterében. Tehát amikor elkezdenek ezen gondolkodni, akkor ne felejtsék el azt, hogy endometriózis is mindenképpen tisztázandó dolog, tehát érdemes olyan helyre menni, ahol endometriózissal is foglalkoznak a meddőségi területen, mert sajnos az endometriózis még mindig nem könnyen diagnosztizálódik. Azok, akik nem látnak nagyon sokat, azok sajnálatosan néha átsiklanak a dolog felett, és ha egy endometriózist optimálisan kezelünk, megoperálunk, gyógyszeresen kezelünk, amire éppen szükség van, utána sokkal nagyobb esély van a teherbeesésre, mint egy meglévő, megmaradó és attól szenvedő hölgynél. Ezt gondolom. Én csak annyit fűzek ehhez hozzá, abszolút egyet értek veled, de én szeretném a ellenoldalt is megvilágítani, mert szeretek mindig így mindent két oldalról megfigyelni. Tehát, hogy az is szerintem egy fontos üzenet, és ezért is érdemes meddőségi központba menni, ahol komplex ellátást tudunk adni, ahol van egy sebész, legalább egy sebész, egy meddőségi specialista, aki ezt az vagy aki mindkettő egyben van, az is nagyon jó. Tehát, aki körbe tudja járni ezt a problémát, és hogyha mondjuk van valakinek egy kétoldali endometriómája, és mondjuk picik, és nem okoz fájdalmat, de nem jön össze a baba, akkor nem kell feltétlenül rögtön műtétet csinálni. Mert azt tudni kell, hogy ha műtétet csinálunk, kivesszük mind a két petefészekbe az endometriumát, önmagában bárhogy csináljuk azt a műtétet, bármilyen óvatossága, bárki csinálja, akkor is a petefészeknek a tűzfőállománya az csökken. Tehát, hogyha, de nyilván, hogyha az endometriózis fájdalmat okoz, és emellett ugye meddőséget, akkor abszolút indikált a műtét, de nagyon kell arra figyelni, hogy tünetmentes endometriózis, már amikor van egy csokoládiciszta a petefészekben, azt nem kell minden esetben eltávolítani, azért, mert az visszajöhet, és akkor megint operáljuk, és megint operáljuk, és a nő csak veszti a tüszőknek a számát. Miért fontos? Mert önmagában a lombik kezelés, ugye sokszor egy ilyen súlyos endometriózisnak a kezelése az, hogyha nincsen baba, akkor ez lombik kezelés lesz. A lombik kezelést azt határozza meg, hogy hány éves a nő, mert erről már beszéltünk, meg az, hogy milyen a petefészek funkció. És hogyha egy sokszor operált beteget kapunk meddőségi központban, 5 éve, mint amint kezelték, 3-4-en megoperálták, azt látjuk, hogy nincs petefészek funkció, és gyakorlatilag a lombik kezeléssel is nagyon-nagyon limitált a várandóság esélye. Ugye ezért vagyunk most egy viszonylag szerencsés érában már, azt hiszem, mert
mind az Endometriózis Világszövetség, mind az ESRE, mind az Amerikai Reproduktív Társaság ugye olyan guideline-okat ad ki, amihez persze nyilván elvárás a mi szakmai részünkről, hogy akkor a guideline-ok mentén dolgozzunk. De ugye ezek már viszonylag jól leírják azt, hogy legyél szíves, őt operáld meg, legyél szíves, őt ne operáld meg, pont ezekből az okokból kifolyólag. Igen, de azért klasszikusan mindenkit megoperáltak régen, és ugye ez tök jó, hogy ki vannak adva a guideline-ok, csak nem feltétlen minden orvos követi, ezért jó, hogyha egy specializált intézetben vagyunk, mert akkor mérlegelnek, és hogyha méregnyelve arra mutat, hogy inkább ne operáljunk, mert akkor olyan rossz lesz a petefészek funkció, és mondjuk nem fáj az endometriózis, és inkább csinálunk lombikot, akkor nehéz döntés, de alapvetően egy komplex döntés kell, hogy legyen. Tehát, hogy ezt a régi, berögzült dolgokat, hogy van ott egy ciszta, vegyük ki, azt felejtsük el. Abszolút, egyetértek. Na. Milyen útravalót tudnánk mondani azoknak? Nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, akár abból a szempontból is, hogy én tudom, hogy milyen, amikor megjön egy nőnek a menstruációja, pedig nem szeretné, hogy megjöjjön, és nagyon szeretne egy gyermeket, és már bár orvosként pontosan tudtam akkor is, hogy még csak 3 hónap telt el, 30 éves vagyok, hova sietek? De ez egy elképesztően nehéz érzés, nehéz megküzdeni vele, és nagyon fontos, tehát itt többször elhangzott a mi felelősségünk, de talán úgy nem, hogy mekkora felelősségünk van nekünk, meddőségi, termékenységi szakembereknek abban, hogy megteremtsük egy rendelőben azt a légkört, azt a hangulatot, ahol a megfelelő idő mellett, hogy ne futószalagon érezze a páciens magát, meglegyen az a hangulat, ahol őt támogatjuk, ahol ők meg tudnak nyílni, ahol, és ez mindenkinél más, tehát ahol egymásra tud hangolódni az orvosával, egymásra tud hangolódni a beteggel, így érhető el szakmai szerint legjobb compliance, de ha kevésbé akarom szakmaian megfogalmazni, akkor mondjuk úgy, hogy így érhető el a legjobban az, hogy a páciens, mind a nő, mind a férfi megértsék, hogy mi fog velük történni, a legjobban át tudjuk adni nekik mind a százalékos esélyeket, mind a folyamatot, a kivizsgálásnak, a kezelésnek a folyamatát, fel tudjuk készíteni őket arra, hogy milyen nehézségek várhatók, körülbelül mibe vágnak bele, miben fogunk tudni mi segíteni nekik, milyen útelágazódásokhoz érkezhetünk-e közben. És talán így érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban, lelkileg, pszichésen, mind pedig szakmailag felkészült helyen, ahol mindent megtesznek értük. Talán ez az, amit én kívánnék minden gyermekre vágyó hölgynek, vagy párnak, akinek nem jön össze, és azt mondja, hogy akkor szeretnék orvoshoz fordulni, hogy segítsenek nekem. Nagyon félek tőle, nagyon tartok, mert úristen, mi van, ha kiderül valami? Ugye rákszűrésre is fog orvoshoz is, ezért nem merünk menni, mert mi van, ha kiderül valami? Tehát ide is így félnek, hogy úristen, mi van, ha kiderül valami, vagy nem is tudom, mi a rosszabb, ha nem derül ki semmi. Ezt a párok maguk sem tudják eldönteni, hogy bátran és bizalommal próbáljanak az orvoshoz fordulni, és nekünk kötelességünk, hogy ezt a bizalmat és azt a tiszteletet, amivel ők felénk fordulnak, ezt visszatükrözzük nekik, és legjobb tudásunk szerint segítsük. Én azt gondolom, hogy ha nem ezt tapasztalják valahol, akkor biztos, hogy rossz helyen járnak. Ha nincs idő a kérdésekre, hogyha nem kapják meg azt a figyelmet és a törődést, amit ők szeretnének. Nem biztos, hogy azért, mert az a kollega rossz, hanem mert egész egyszerűen nem hangolódtak egymásra, nem az ő emberük. Ezzel természetesen nem biztatnék arra senkit, hogy hetente váltson orvos, de hogy higgyék el, hogy meg fogják találni, rendben lesz, és sínre fog kerülni az ő projektjük is, és előbb-utóbb ott lesznek a gyerekek. Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést és témafelvetéseket, így a következő időszakban szerintem fogunk ebből még szemezgetni. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ha elkezdi ezt az utat, akkor ebbe olyan bátran és kérdésekkel vágjon bele, és bízzon a szakértőkben, merjen kérdezni, próbálja felmérni a segítségükkel a lehetőségeket és az utakat, hogy ez valóban tudja támogatni azt, hogy megszülessenek azok a várva várt kisbabák.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.